Köszöntöm a Paletta Kulturális Magazin valamennyi nézőjét. Hát a héten már nagyon-nagyon sokszor foglalkoztunk itt a Fehérvár Televízióban a Kortárs Művészeti Fesztivál programjaival, eseményével, amit 19. alkalommal szerveznek meg itt Székesfehérváron. Stúdiónk vendége Falvai Miklós, a most kiállítás kurátora és a Székesfehérvári Művészek Társaságának tagja. Szervusz, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hát azt már lehetett látni, hogy ugye egy ilyen nagy nyüskéssel, sőt május 11-én volt ugye a hivatalos megnyitó, de már korábban megnyílt a kollektív fotótárlata a Székesfehérvári Művészek Társaságának, ami egyben egy ilyen nulladik pontja is volt talán az eseményeknek. Így van, igen. Hát ez a fotókiállítás, ez már novemberben ki lett találva. Akkor volt egy társasági ülésünk, és a következő évre eldöntöttük, hogy milyen kiállításokat szeretnénk majd így nem pályázni, de hát úgy készültünk ezekre a kiállításokra. És fölmerült, hogy ennek a kiállításnak jót tenne egy szabadtéri kis külön egység. És megkerestük Juhász Zsófiát, akiről tudtuk, hogy idén szervezi ezt a fesztivált, hogy ebben az időpontban esetleg mi is beférhetnénk ebbe a programba, és abszolút partner volt, és gyakorlatilag így egymásra találtunk abban is, hogy ez a helyszín, ez az Icsiliget lehetne. Ő szintén erre jutott, hogy ez egy nagyon alkalmas helyszín lenne arra, hogy most idén megmutassuk a fesztivált is egy nagyobb közönségnek, és mi már ezzel mentünk oda, hogy mi oda terveztük ezt a kiállítást a Ligetbe, úgyhogy így nagyon jól összeértek a szálak. Igen, hiszen mondhatjuk azt, hogy az Icsiliget egyfajta ilyen fesztivál ligeti avanzsált ebben az időszakban. Így van, és pont ezen gondolkodtunk, hogy beszélgettünk ott többen, hogy akik ezt a ligetet megálmodták ide, városlakó őseink, elődeink, ők beleképzelték a kultúrát ebbe a helyszínbe, hiszen ott van a zenepavilon. És olyan ritkán kap szerepet szerintem méltatlanul, mert nagyon is alkalmas arra, hogy programokkal és élettel töltse meg azt a ligetet. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy megpróbáljuk ezt a hagyományt föléleszteni, ott a ligetben kulturális programok fogadják a látogatókat, a sétálókat. Igen, és hát most ugye a képeken látjuk, hogy vasárnap volt egy program elem, ami szintén sokakat vonzott, és hát gyakorlatilag ez is egy ilyen folytatása volt ennek a fotókiállításnak, hiszen a fotókiállítás a Pelikán galériát összeköti az Icsi ligettel is, mégpedig a kamera obszkuráknak köszönhetően. Na most ezt hogy képzeljük el? Igen, hát Mosberger Robert, akit pont most láthatunk a képernyőn, vándorfotográfus és a hagyományos és analóg fotózás nagy ismerője. Ő volt kurátortársam ennek a kiállításnak a szervezésében. És amikor beszélgettünk arról, hogy mi lehetne a megnyitója, egy illő megnyitója egy ilyen fotókiáltásnak, előjött az ötlet, hogy valami fajta kapcsolatot kéne létesíteni a Liget és a Pelikán galéria között, ami a fotózáshoz szorosan kapcsolódik. És hát arra gondoltunk, hogy akkor fényképezzünk a két helyszín között. Haikukkal, igen, ez volt a másik ötlet, amiatt, hogy ezek a aztán sörösdobozba beleépített fényképezőgépek, ezek egy olyan kb. 10 másodpercnyi időt igényelnek, hogy a fény bejusson a belsejükbe, ezek is tényleg egy közönséges sörösdobozról van szó, tehát azt kell elképzelni, hogy ezeket alkítottuk át, először megittük a sört, aztán utána ki lett lyukasztva. És közösen lefestettétek. Így van, volt egy műhely napunk, amikor ott a Pelikán galéria előtti udvaron egy vasárnapi napon többen összejöttünk, akik a kiállításon részt vettünk, és ezeket a dobozokat először színesre fújtuk, aztán ki kellett nyitni őket, hogy be lehessen helyezni ezt a fényérzékeny lapot, és Robi még annyiban preparálta őket, hogy belül teljesen feketére fújta, hogy semmifajta zavaró visszaverődés vagy fény ne keletkezzen a dobozon belül, csak maga a kintről bejutó fény, és akkor ezeket használtuk arra, hogy a negyedikei napon, amikor megnyílt a galériában az anyag, akkor szépen átvándoroltunk a ligetbe, és útközben többször kihelyeztünk egy dobozt, készítettünk egy képet ott a közönségről, aki velünk jött és kísért minket, és a ligetbe átérve elhelyeztünk egy táblát, hogy na majd egy hét múlva a ligetben nyílik a második része a kiállításnak, ami egyébként meg is történt most vasárnap, ez a második számú megnyitó, amikor viszont visszavándoroltunk, ez volt az ötlet, az akció, és az elkészült képeket, amiket az ott a hét közben Robert előhívott, azokat kiragaszgattuk azokra a lámpaoszlopokra, ahol az exponálás történt, úgyhogy most, hogyha valaki érdeklődik. Nagyon jól mondtad, mert nálunk érdeklődtek telefonon, hogy hol lehet majd azokat a képeket meglátni, és mondtuk, hogy a villanyoszlopokon. A villanyoszlopokon kell keresni, az a helyzet, hogy hiszem 16 helyen volt ilyen exponálás, expozíció, és ebből olyan 6-7 kép sikerült jól, tehát amiket így vállalható lettek és jól sikertek, azokat oda visszaragasztottuk a helyükre. A többi oszlopon csak az látható, hogy egy matricát találnak ott a kedves látogatók, amin ki van írva, hogy itt majd egy kép fog helyet kapni, de persze oda nem tudtunk így aztán képet ragasztani.
De azt is megtudtuk még szintén Mosberger Róbertől, hogy a kísérletnek nincs vége, hiszen ja, igen, van bocsánat, még igen. A fény a ligetben. Nagyon jó, hogy szóba hozod, igen, igen, mert végül is a 16 dobozon felül még készült azon a bizonyos műhelynapon körülbelül még egy olyan 20 darab ilyen doboz. Ezek most a ligetben fákra vannak szíjazva. A fő sétányon, ha valaki sétál, akkor észrevehető, hogy ilyen színes sörös dobozok egész armadája spirálisan futja körbe némelyik fát ott a fő utca felé oldalon. Ezekben egész héten dolgozik a fény és dolgozik a papír. Úgyhogy ha a fesztivál lezárult, akkor fogjuk őket leszedni, és majd amikor záró napja lesz a kiállításnak a Pelikán Galériában, szeretnénk őket egy ilyen finisszázs keretében bemutatni. Ugye nagyon-nagyon tartalmas lett az idei fesztivál programja, hiszen rengeteg eseményre várják az érdeklődőket. Milyen visszajelzések érkeznek hozzád, vagy hozzátok a Székesfehérvári Művészek Társaságához? Hát örülök, hogy ezt mondod, hogy tartalmas, igyekeztünk sok mindent belerakni. Az én részem az főleg ez a képzőművészeti szál volt, tehát amit én tudok erről elmondani, hogy mi tényleg megpróbáltunk egy pályázaton belül minél több tagot bevonni a társaságunkból, tehát minél több területről fölkérni művészeket, hogy mutassák be munkáikat, így aztán vannak szobrászati művek, vannak installációk, vannak interaktív játékok, ugye fotókiállítás, de emellett valóban ott egy kertmozi, találhatunk egy táncteret, egy táncszínpadot, egy zenés produkciók is vannak. A könyvhét, ha jól tudom, ott fogja bemutatni idén az új könyveket, úgyhogy szerintem nagyon színes program valóban. Én nagyon örülök, ha így látjátok, és hát a visszajelzések, ugye Facebookon lehet látni dolgokat, vannak ilyen jó pofa visszajelzések, hogy fotózkodnak ugye a kirakott képekkel a látogatók, és ezt azt lehet látni, hogy sajnos azzal elmaradtunk, hogy az alkotó neve és a címe csak vasárnap került ki, nem tudta, hogy kinek a munkájával fényképezi, de fölrakta, hogy milyen jó ez a kép, akárki is, tehát ilyen jellegű visszajelzések vannak, hogy népszerű a online és közösségi felületeken a ligeti kiállítás. És hát ne felejtsük el, hiszen még azért jó sok nap van hátra a fesztiválból, hiszen 19-éig tart. Nem tudom, te hogy vagy vele, nekem az egyik szívem csücske a Jamboree bár. Ó, igen, ez egy, nekem is egyébként, igen. Tehát én, mint spontán látogató, én a Jamboree bár rendszeres látogatója vagyok, szerintem az egy nagyon-nagyon klassz dolog. Én például azt ajánlgatom minden olyan ismerősöm, aki nem fehérvári. Tehát amikor arról van szó, hogy na, le kéne ugrani Fehérvárra, látogassatok meg, igyekszünk összehangolni ezzel a nappal a találkozókat. Önmagában is a vár nagyon hangulatos, de ilyenkor szerintem tényleg talán az egyik legvonzó programja Fehérvárnak ez az esemény, ahol ugye szintén a kiállítások is, zenei programok, és ugye a záró akkordja ez a dobos, tűz, lángfújós felvonulás, ami egy ilyen emlékezetes pillanata tud lenni mindig a fesztiválnak, mint ilyen záró esemény. Mondhatjuk azt, hogy akkor az Zicsi Liget is bevált, mint fesztivál liget? Mik a tapasztalataitok? Igen, tehát egyrészt igen, nyilván azért ezt hozzá kell tenni, hogy nem mindenre alkalmas ez a liget. Tehát szabad téren vagyunk, tehát például olajképeket nem lehet kiállítani, vagy olyan dolgokat, amiket egy galériában meg tud tenni az ember. Én azt gondolom, hogy jó eséllyel a liget továbbra is szereplője fog maradni majd ennek a fesztiválnak, közeljövőben, hát jövőre majd szerintem mindenképpen oda fogjuk megint csak elképzelni a dolgokat. Azt gondolom, hogy inkább csak bővülni fog ez a dolog. Jó lenne, hogyha még több helyszínt bekapcsolatna úgy, hogy a most kimaradó típusú programokat, amik a nyitott szabadtéri dolgok miatt nem kerülhettek bemutatásra, azokat is be tudnánk odaépíteni. Igen, mert mondjuk bár már nem üzemel, tehát most ilyen szempontból nyilván nehezen behozható, de én nagyon-nagyon emlékszem, az is egy emlékezetes kortárs fesztivál volt, amikor a Tiszti Klub belső udvara is bevonásra került. Nekem az egyik kedvenc élményem, a Csókolom koncert. Igen, igen, úgy is így, nagyon jó. Mindig volt fesztivál udvar, nem tudom, hogy emlékszel rá, hogy igen. Egy időben a Himer ház hátsó kertje volt, akkor még a felújítások előtt a központ. Aztán a múzeum kávézó kertje is volt. Szóval sok helyen volt fesztivál udvar. Csak ott ugye mondjuk közvetlenül volt egy zárt tér, és akkor az talán nem jött. Nehezebb volt belebotlani, mert hogy ugye udvar volt, zárt tér. Az, hogy most kikerült egy nyílt térre, azt szerintem fantasztikus jó reklám értéket hordoz magában. Tehát jobban szem előtt van, hogy így mondjam.
Talán inkább azt mondanám, hogy ez most a fesztivál udvar, és azt tudom elképzelni, hogy a jövőben pedig visszacsatlakoznak majd hozzá azok az intézmények, amik most idén sajnos kimaradtak. Nem volt lehetőség, ugye anyagi keretek is fixek voltak, mindent megoldani, amit szerettünk volna, de azt gondolom, hogy a Ligethez érdemes ragaszkodni, igen. Plusz még, hogyha már itt említetted, hogy mennyiféle eseménnyel vagytok jelen, akkor azt is kiemelhetjük, hogy gyerekkel, családdal érdemes elmenni a kortársra. Érdemes. Én most kimondtam a hétvégén, és rengeteg családdal találkoztam, rengeteg gyerkőccel találkoztam. Nekem van egy ilyen sztereó képnézegetőm, ott sor alakult ki, az apukák emelgették a gyerkőcöket, hogy be tudjanak nézni, gyorsan tettünk is oda egy dobozt. Nagyon élvezték az én saját gyerekeim is, egyébként én is kivittem a családomat. Kim volt most a hétvégén egy hajóhinta, nem tudom, azt látta, de ugye a Hello Woodos csapatnak az alkotása volt. Szóval idén megettek a kisebb korúak is szólítva szerintem, és így már együtt, hogy szülő és gyermek együtt van, mindenki meg tudja találni azt, ami neki való, és így szélesebb réteghez lehet szólni szerintem, mint amikor csak egy galériába be kell menni apával, anyával, és akkor inkább a szülő valószínűleg nem megy be, mert a gyerkőcnek az nem akkora élmény így önmagában. Hát így meg talán egy kicsit időben el lehet kezdeni az értő közönségé való nevelést. A közönség nevelés nagyon fontos, igen. Volt erről szó közösségben, itt Fehérváron, Szitkét közösségben, hogy ez igazából mi feladatunk. Tehát a művésznek a feladata a közönségnevelés, és közönség nélkül meg ugye nincs művész, tehát mindenképpen ez egy fontos dolog, így van. Én köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Köszönöm szépen a meghívást. Nézőinknek pedig azt tudom mondani, hogy hát akkor irány a kortárs fesztivál, nézzék, böngészzék az eseménynek a honlapját, különböző Facebook felületeit, hiszen még számos dolog zajlik majd május 19-ig. Mi pedig megyünk tovább még két témával a mai Paletta magazinban, hiszen Művészet közelben címmel Győri alkotóknak a festményéből nyílt kiállítás a Kápolnás Nyéki Halász kastélyban, ide barangolhatunk most el. A nagy sikerű Ferenci kiállítást követően május 5-én újra különleges gyűjteményt mutatott be a Kápolnás Nyéki Halászkastély. A tárlaton a világ gazdagításának és jobbításának szándékából fakadó ciráki lenyomatok, valamint a győri utcák és a Rábapart kalapos pipás tóvár és alkotásait csodálhatóak meg. A Festészet Győri Mestereinek Művészet Közelben című tárlata kivételes alkalom mindazoknak, akik a május virágzó színpompájában igazi kulturális felüdülésre vágytak. Nagyon örülünk ennek a kiállításnak, azért is, mert ez most tényleg szinte modern kortárs anyag, talán annak nevezhető, friss színekkel gyönyörű képeket láthatnak az ide betérők. Egy cégcsoportnak és a Velencei Tavi Kistérségi Alapítványnak köszönhetően jöhetett létre a kiállítás, amelynek megnyitóján El Simon László országgyűlési képviselő, az alapítvány létrehozója köszöntőjében örömmel üdvözölte, hogy két kimagasló tehetségű győri képzőművész alkotásai Fejér megyében, a Velencei tó partján, a Halászkastélyban szélesebb körben elérhetővé, megcsodálhatóvá váltak. A Kápolnási Halászkastélyban az alapítványunk 2018 nagyon gazdag és színes programot állított össze, és ennek részét képezi egy olyan kiállítás, amiben egy magángyűjtőnek a gyűjteményébe tekinthetünk bele. Ez a kiállítás egyúttal egy hosszú évekre tartó tervünknek a nyitánya is, hogy rejtőzködő magángyűjtőket és rejtőzködő magángyűjteményeket tárjunk föl és mutassunk be a nyilvánosság előtt, annak érdekében, hogy az ő példájukat fölmutassuk, mint értéket, mint a kultúra mecenálásának, támogatásának az egyik formáját, másokat is arra biztatva, hogy a művészetet segítsék, támogassák, és hogy a gyűjtemények gyarapításával kortárs művészeket juttassanak hozzá ahhoz a lehetőséghez, hogy újabb és újabb alkotásokat hozzanak létre. Ma itt Kápolnásnyéken, a Halászkastélyban két már közülünk eltávozott kiváló győri festőművésznek a munkájába tekinthetünk vele. Borkai Zsolt, Győr polgármester nyitotta meg ezt a kiállítást, egyben a fővédnöke is a programnak. Valójában azt is célul tűztük ki magunk elé, hogy az ország különböző régióinak olyan jeles alkotóit is elhozzuk ide Velencei-tó partjára, megmutatva a helyieknek, a fehérvárjaknak és ideálltogató turistáknak, akik országosan nem biztos, hogy ismertek, de a munkások alapján érdemesek lennének rá. Borkai Zsolt Győr polgármestere, a kiállítás fővédnöke kiemelte, a kultúra ápolása és támogatása kiemelten fontos feladat, amelyben a magángyűjtőknek éppen olyan lényeges szerepük van, mint egy nagyvárosnak. Győrben valóban a kortárs művészettől kezdve különböző művészeti ágakig rendkívül odafigyelünk és igyekszünk a nagyközösségnek bemutatni.
És akkor, amikor büszkén mondhatjuk, hogy Győr városában van két olyan művész, akinek a műveit valóban a közönség elő tudjuk hozni, akkor kapva-kapva az alkalmon keressük ezeket a lehetőségeket, és itt ebben a kastélyban, hála Istennek, Győrtől egy 100 kilométerre megtaláltuk. Én úgy gondolom és úgy érzem, hogy két olyan emberről van szó, aki valóban a 20. század egyik jeles festőművésze, ráadásul olyan festőművésze, aki Győrben született, és amikor arról beszélek, hogy mi támogatjuk a művészetet és a kultúrát, akkor ez nagyon komoly része, és egy kicsit haza beszélek Győrváros Európa Kulturális Fővárosi Pályázatának, hiszen minden szegmensét szeretnénk kihasználni, és én úgy gondolom, hogy ez a nyitottság, ami jellemzi most ezt a kiállítást, az, hogy Győrtől elkerül, bemutatja két festőművészetnek a munkásságát, azt gondolom, hogy jó utat és jó irányt ad a jövőre nézve is. Grászli Bernadett művészettörténész kalauzolásával mélyebben megismerhetővé vált a két győri művész pályája, életútja. Győrváros a régió tradícióval rendelkezik a képzőművészeti mecénatúra műgyűjtés támogatása területén. Jelen alkalommal a párgyűjteményből láthatunk két nagyszerű győri alkotó festőművész, a modern magyar festészet jeles képviselőinek az alkotásaiból egy rendhagyó válogatást. A két festő közül Ciráki Lajos és Tóvári Tóth István is a Magyar Képzőművészeti Főiskolán végezte tanulmányait. Ciráki Szőnyi István tanítványaként, Tóvári Tóth István pedig Rudnai Béla tanítványaként végezte el az iskolát. Győr városában mind a ketten az oktatás, a főiskolai oktatás, illetve a művészeti iskolában oktató festő életét járták, de az alkotás egész végig fontos maradt számára. Ciráki sajátos hangvételű magánmitológiát teremtve, szimbolikus festészetével nagymestere Szőnyi István tradícióit folytatja. Tóvári Tóth István Rudnai hagyományából kiindulva a sötét színek, az életkép és a tájképfestészet témáit dolgozta fel. Mind a két művész szépkort megélve teljes életművet hagyott városára, Győrre, amelyet a Romain Floris Művészeti és Történeti Múzeum és a párgyűjtemény őriz Győr városában. Az alkotások szeptember 28-áig várják a látogatókat a Kápolnásnyéki Halászkastélyban. A Magyar Táncház napján pedig átadták az idei Pesovár Ferenc díjat, az elismerést ebben az évben Lendvai Tibor, a Herman László zeneiskola tanára, a Kákics Együttes kiváló népzenésze vehette át. A Malom utcai táncház az Alba Régia Táncegyüttes otthona is megtelt ünneplőkkel. Családok, anyukák, apukák a töpörtjükkel, nagyocskák, tini táncosok lopták a Kákics Együttes és a Galiba zenekar közreműködésével. Előtte azonban a hagyományoknak megfelelően Pesovár Ferencre emlékeztek. A legendás néprajzkutatóról elnevezett alapítvány kuratóriumának döntése alapján átadták a névadóról elnevezett rangos elismerést, amelyet évről évre az a népi kultúra megőrzésében jeleskedő székesfehérvári táncos, zenész, tanár vehet át, aki a legtöbbet tette a szent célért. Botos József az alapítvány elnöke köszöntőjében a pesovári elvet, a hagyományok tiszteletét emelte ki, amelyet a nagy előtt szellemisége tett örökérvényűvé. A művészeti iskolák már Pantheon falán ott van, mindenféle versenyek vannak, a nevét minden fémjelzi. De igazából mit csinált ez az ember? Tulajdonképpen miért is van az, hogy még 35 évvel a halála után még mindig összejönnek emberek, és össze tudja vonzani, akár Martin Györgyről, akár Pesovár Feriről. Hát igen, ez az a fajta kodályi pesovári szellemiség, amit ők ránk hagytak, és meg a Pesovár Alapítványnak ez a dolga, amikor ugye ő meghalt 1983, akkor Takács Imre volt az, aki először javasolta ezt, és akkor az Alba Régia Tánc Együttes és Takács Imre, és akkor a baráti köre saját pénzéből alapított egy ilyen kisebb pénzösszeggel egy alapítványt, amit minden évben átad, illetve hát majdnem minden évben, amikor a pénzünk összejön, úgy annak a fiatalnak, annak a, aki a Pesovár Feri szellemiségét tovább viszi. Tehát azt a fajta népzenében,
tárgyi népművészetnek kismesterségben, néptáncban és a népszakások területén tevékenykedik, toktat, tehát nem csak táncol, nem csak aktívan csinálja, műveli ezt, hanem valami is ebből a szellemiségből tovább átadja a fiataloknak, és ott egyáltalán kiadvány készít, vagy bármit. Ez nagyon rangos azoknak a népsor, akik ezt megkapták. Elsőknek kapta Neffel Imre, aztán Virág Völgyi Márta, aztán Karácsony Zoli, aztán a Vakter Anna, sorolhatnám többen, akik ezt már megkapták, ezt a díjat, és hát most is erre készülünk. Most a műsor előtt még nem kívánnám elárulni, hogy kit, majd gondolom a végén ez kiderül, hogy ki kapja meg ma ezt a díjat. És hát az ő munkásságáról, amikor egészen 50-ben elindultak, éppen a Muharai Elemér bácsi biztatására 1952-ben, és kettes-hármasával mentek ezek az egyetemisták különböző területekre gyűjteni, Palocföldtől a Szatmárba, Tyúkod volt éppen a Ferinek az egyik kedvenc területe. Valójuk el 1952-ben mindenki egészen mással volt elfoglalva, ők érezték, hogy ez nagyon fontos még most megcsinálni. Egész 1970-ig gyűjtögették sorban az egész országot, még Erdélyben nem kerülhettek, és ott is természetesen, amikor átkerülhettek, rögtön elkezdték ott is. Majoros Sándor a Házigazda Tánc Egyesület művészeti menedzsere számára minden egyes pillanat fontos, amely a múltban és a jelenben a népi kultúra fennmaradását szolgálja. Régi nagy kutatók és néptánc fanok, népzenei fanok, örökségét ünnepelhetjük, mint egy 46 éve azzal, hogy a városi ember is megtapasztalhatja, hogy milyen volt annak idején Széken mondjuk, meg a mai napig is, egy rendes falusi lakos általános tánc alkalma. Két időpontot említenek a magyar néptánc színpadi, a színpadi néptánc történetébe. Az egyik az, amikor az 1930-as években a Gyöngyös-Bokréta mozgalomban a néptánc a faluból felkerült a színpadra, a természetes közegből, illetve a 70-es évek, pontosan 1972. május 6-át, amikor a színpadról újra visszakerült a polgári városi közönség köré a magyar néptánc, mint szórakozási forma, létforma és egy olyan csodás kultúra, amit azóta az UNESCO szellemi kulturális világöröksége, mint hagyomány örökítő módszer felvett a listájára. A Pesovár Ferenc díjat az alapítvány kuratóriumának döntése alapján idén Lendvai Tibor, a Herman László Zeneművészeti Szakgimnázium tanára, kulturális antropológus, a Kákics Együttes kiváló zenésze vehette át. Nagyon szépen köszönöm a díjat az alapítványnak. Nagyon meglepődtem, mert hogy, ahogy az előbb is elmondtam, nem számítottam semmiféle díjra, és ezért nagyon nehezen találok szavakat. De ahogy az előbb is elmondtam, azt tudom most is ismételni, hogy ez számomra egy mérce, amit hát úgy érzem, hogy el kell érnem. Az ünnepi estén ismét bebizonyosodott a népi kultúra láttatásában, hiteles emberek generációjának tanításában tovább élhetnek hagyományaink szerte Magyarországon. Köszönöm, hogy belünk tartottak, ez volt már a Paletta Kulturális Magazin. Legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, akkor az év táncosaival láthatnak majd egy beszélgetést, és természetesen akkor is várjuk Önöket. Egy kiállításra is ellátogathatnak velünk, a Kecskeméti Művésztelep mutatkozik be a Deák gyűjteményben, valamint a Szabad Színház legújabb előadásáról is beszámolunk, amit szintén a Kortárs Művészeti Fesztivál keretében mutattak be. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra!